A Lotus Yoga Stúdió otthon végezhető senior jóga órája. A Rábaközi Televízió megkereste Mónus Ágnes oktatót, aki a jóga jótékony hatásaira hívta fel a figyelmet. Ezelőtt néhány hónappal a Lotus Yoga Stúdió vezetője Miholi Zsuzsa keresett meg, hogy vannak a városban és a környéken olyan idős emberek, akik szívesen eljárnának jogaórákra ide a Lotus Yoga stúdióba, és hát össze is jött egy 20-30 ember, akik hetente 2 órában gyakorolják a jogát az én vezetésemmel, és azt hiszem, hogy sikerült ebben a kis közösséggel bebizonyítanunk azt, hogy bármely életkorban el lehet kezdeni jogázni, mert olyan pozitív testi, fizikai és lelki eredménye van ennek a mozgásformának, ami mással nem helyettesíthető. Ezt a folyamatos munkát, mostani helyzet, a járvány okozta helyzet egy kicsit átírja. Van mód az online és a televíziós technikai eszközök révén eljuttatni az emberekhez azt a tudást, amit mi ott abban a kis közösségben elkezdtünk fölépíteni, hogy talán a Rábaközi térség lakói, azok is, akik még eddig nem foglalkoztak jogával, most ezekben a nehéz napokban, hetekben talán kipróbálnák ezt a fajta mozgásformát, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy ezt a Rábaközi Televízióban megtehetjük. Én úgy gondolom, hogy mindenki nyerhet ebben, de leginkább mi emberek. Én boldog vagyok, hogy segíthetek, és abban bízom, hogy akik nézik ezeket a gyakorlatokat, azok maguk is könnyebben átvészelik ezeket a ránk váró nehezebb időket. Úgy gondolom, hogy nem lehet egyszerre nekivágni a jógának, tehát aki még nem jógázott, az legyen olyan kedves, nézze meg először ezt a kis videót, ismerkedjen abban a lassú mozgásformával, amit itt fog látni, és fokozatosan kezdjen el bekapcsolódni. Amit mindenképpen szeretnék elmondani, hogy a jóga 3 úton fejti ki a hatását. Tudnunk kell lélegezni, tehát figyelnünk kell a lélegzésünket. Először hangolódjunk rá mindig a lélegzésünkre, a légzésünkre, figyeljük ezt a belégzést, kilégzést. Amikor ez megvan, utána kezdjük el a gyakorlatokat, és soha ne szakadjunk el a saját légzésünktől. A légzéssel és a mentális és a fizikai mozgással egy olyan belső harmóniát tudunk kialakítani önmagunkban, ami ezekben a kicsit félelemmel teli időkben további megnyugvást adhat. Tehát azt tanácsolom mindenkinek, hogy lélegezzen, tanulja meg ezeket a gyakorlatokat, hiszen többször is végignézheti a videót, és nyugodtan vágjon bele, nyugodtan hagyja abba, hogyha fáradtabb, és majd egy másik napon újra kezdi, tehát mindenféle módon próbáljon meg kapcsolódni ahhoz a dologhoz, aki önmaga. A jogában most van így az interneten és az online világban egy mondás, ha nem tudsz kimenni, akkor indulj el befelé. Nos, a jóga, a mozgás és a légzés a befelé vezető út, az önmagunk felé vezető út. És azt hiszem, hogy aki ezeket a gyakorlatokat elkezdi megtanulni, velem együtt csinálja, az elindul befelé, és könnyebben fogja elviselni a bezártságot. A gyakorlatoknak hogyan álljanak neki az emberek? Mindenképpen azt tanácsolom, hogy jogázni akkor kezdjenek el az emberek, amikor már túl vannak az ebéden, vagy még el se kezdték a reggelit, tehát az utolsó étkezéstől legalább teljen el 2 óra, hiszen olyan időben kell ezeket a gyakorlatokat végezni, amikor a test pihen, és nem éppen az emésztéssel foglalkozik, vagy nem áll, most nem fáradt. Bár azt is mondhatnám, hogy most a fáradtság az valószínűleg egy kicsit messze került tőlünk, hiszen egészen más életet élünk. Tehát semmi különösebbet nem kell megtenni. Az a lényeg, hogy ne étkezések környezetébe kezdjük el a gyakorlatokat. És azt is tanácsolnám, hogy mielőtt elkezdünk jogázni, egy jó nagyot szellőztessünk, ez fontos. És a jogázás alatt pedig nyugodtan legyen csukva az ablak, és legyen jó meleg, mert az ízületek annál jobban mozdulnak, annál jobban nyúlnak, minél kellemesebb meleg környezetben végezzük. Azon kívül nem kell hozzá semmi. Ezt lehet végezni a szőnyegen, lehet végezni a tévé előtt.
És talán, hogyha a család egy kicsit félrevonul olyankor, amikor a jogázó ezeket a gyakorlatokat csinálja, az segít neki abban, hogy jobban magára tudjon figyelni. Tehát a kedves családot arra szeretném kérni, hogy ha az anyuci vagy a nagymama, vagy akárki neki áll jogázni, akkor hagyjuk őt egy kicsit egyedül, mert annál könnyebb a befelé fordulás, a gyakorlatok végzése, annál hatásosabb tud lenni.